Stefanikám, locsoljuk meg a virágokat, amit elültettünk. Jó, óvatosan, mert víz is kell a virágoknak. Virágokat locsolnak a gyerekek az Apor Vilmos óvoda nyílt napján, melyet a földnapjához kapcsolódva rendeztek meg az intézményben. Ilyenkor a szülőktől kapott virágpalántákat közösen ültetik el a gyerekekkel, amit aztán a későbbiekben is ők ápolnak, locsolnak. Így már egész kiskorban elsajátíthatják a növényekről történő gondoskodást. Ilyenkor az anyukák és apukák is szívesen vesznek részt ebben a munkában. Nagyon jó kezdeményezés, és hogy a gyerekekkel együtt ültethetjük a virágokat, várjuk a tavaszt, és jó hangulatban telik a délelőtt. Az óvodában fontosnak tartják, hogy a gyerekek már ebben a korban odafigyeljenek a környezetükre, védjék a földünket, ezért erre a napra ennek jegyében szervezték a programokat. A gyermekek megismerkedhettek a földünkkel, amit ugye Isten teremtett nekünk, illetve azokkal a dolgokkal, amik ehhez tartoznak, hogy megvédjük a földünket, hogy továbbra is élhessünk rajta békében, a tiszta levegővel és a vizeink tiszták maradjanak. Ezekkel kapcsolatos ismereteket sajátítottak el ma az óvodásaink, illetve egy vetélkedőt szerveztünk nekik, ahol külön kellett választaniuk azokat a növényeket, állatokat, akiket meg kell védenünk természetesen, illetve ismerkedtek a szelektív hulladékgyűjtéssel is. A következő ilyen esemény május elején egy családi nap lesz, ahol számos programmal és játékkal várják a gyermekeket és szüleiket.